Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Viki Dágyula! Szia! Szervusz! Annyira! Vagy, én nagyon jól, köszönöm szépen. Én is téged, és én már nagyon-nagyon vártam ezt a találkozást. 2000 augusztusában indult el az a műsor, és az én pultos lányommal, Andival összeírtunk egy ilyen listát, hogy kiket szeretnénk. És hát hiába, hogy a névsor vége felé, ott volt állami listánk elején. Hát jó sokat kellett várni, nyilván ebben benne volt az elmúlt két év pandémiája, de én most visszakérdezek, hogy te hogy vagy? Köszönöm szépen kérdésedet. Talán egy dallal tudnék válaszolni. Csak öregesen, ahogy jó esik. Na, örülök, hogy jókedélyű vagy, meg hát azért azt látom, hogy attól függetlenül, hogy nem nagyon mozogtál akkor, amikor pandémia volt, mert nagyon okosan vigyáztál magadra. Egyáltalán. Ettől függetlenül most jössz-mész, tehát hogy elég sok fellépésed van. Az a helyzet, hogy tényleg szelektálok, tehát amit tudok megcsinálni, és amit úgy gondolom, hogy annyi van értelme is, és mellette azért gondolnom kell tényleg a családra is, látod, úgy jöttem be, hogy rajtam van ez a szájkosár. Próbálom védeni magamat is. Aha. Kicsit furcsa is volt, mert ma már nem nagyon látni embereket maszkban. És ott van a család többi tagját. Azért örömmel mondom, hogy például itt voltak a kisgyerekem és a kis unokáink, nem tudom, majdnem 3 hétig, hát, és közte, ugye közben nekem azért voltak fellépéseim, megpróbáltam a lehetőségekhez képest legjobban védeni magam, és főleg őket, azért nem mindegy, hogy viszed haza azt a kis víruskát. Nyilván a hallgatók is, már a hócipőjük is tele van a pandémiával, de ne legyen, megmondom de, miért, na legyen. De pont ez a lényeg, hogy én azt gondolom, és most bocs, ha ezt így beléd beszélem, de úgy érzem, hogy te ettől az egésztől nagyon féltél, vagy félsz. Hogyne, na most ráadásul voltak emberek, voltak helyzetek, amikor is mondom a rosszat, és mondom a szépet is. Jó. Amikor nagyon sokan olyan helyzetbe kerültek, mint ahogy én is vagy, mondjuk COPD-s vagyok. És az mit jelent a COPD? Ez egy krónikus hörgőgyulladásnak mondják. Aha. 1000 évig dohányoztam, aztán letettem a cigarettát, de azért valamennyire megmaradt. Mondanám, hogy nagyon sokat javult a helyzet, tehát most már lényegesen annak idején 85-87%-ot sikerült fújnom a tüdőmbe, annyira le volt terhelve, és annyira... De ezért te veszélyeztetettebb vagy, mint mások. Igen, most már azért nem annyira. Ez az egyik jó, tehát kicsit kényszerített arra, hogy óvatosabb legyek. A másik, a rosszabbik oldal, bizony találkoztam olyan emberekkel, akik fényképeskedni akarok magával, Vikdál, de vegyél azt a maszkot! Nem szeretném levenni. Maga itt vendég ebben a faluban. Úgyhogy... Érted? Bizony. A másik augusztus 20-ai ünnepség, és az ember megadja azért a mondját, de úgy mentem fel a színpadra, hogy rajtam van a maszk, és nyilván ott leveszem, és úgy közben elmentem egy kis társaság előtt, ahol a hölgyek így jó kinevettek. Már nem kell hordani ám azt azot ott, ami a magának a szájámban. Jött a hír 3 hét múlva, hogy az egyik családtagja elment. Ó. Oh. Hát igen, nem kell, de... Érdekes módon, vajon ilyenkor meg szeretném megkérdezni, elnézést, hölgyem, ön mit gondol erről, amikor engem kinevetett, és egy családtagja elment közben? Azért tartsuk be azokat a bizonyos szabályokat. És hiszem azt, hogy tudunk egymásra vigyázni. Nem kell nagyon, csak egy kicsit. Csak egy kicsit tartsuk be azokat a szabályokat valamennyire. Hát meg nyilván legyünk egymáshoz közelebb. Neked ez az egzisztenciád is ezen múlik, ez az életed, hogy te a hangodra vigyáznod kell. A hangom, én a jeget megehetem, talán sokan mondják, nem volna 8 gombócsos fagylat, mire fölnek a színpadra. Micsoda maga? Hát én a jeget is megehetem, hála Istennek. Úgy, de hát ha jó belegondolok, te sem vagy mai fiú. Annak én... Hát köszönöm. Hát most úgy na jó, hát jó, én csak 74 és fél éves vagyok. Tehát. Na jó, de annak szeretnék ide... 74 évesen ilyen formában lenni, mint te. Most. A Beatles és 8 órákat játszott, amikor egy fiatal énekesnek elmondjuk, azt, hogy anno, amikor én amatőr kategóriába tartozó énekesnek számítottam, akkor bizony volt, amikor 8-kor, 8-kor, 9-kor kezdtünk, és hajnalni 4-ig toltuk a rakettát. Megállás nélkül. Igen, zsíros burgóri, meg sörér.
tehát. És nem voltak olyan kontrollok, hogy a fületben hallod a saját hangod. Nem bizony, hátul volt valami erősítő, abba bedugta mindenki a saját magát. Ha nem kiabáltál hangosan, vagy nem énekeltél hangosan, akkor nem hallottad magad, vagy nem hallott téged a közönség. A kontroll az, amik hol volt, azt se tudtuk, mi az. Ez hát semmi. Hanem az, hogy 7-8 órákat hátunk színpadon. Jó, köztem vagy, volt gitározás is, meg mindent, tehát a sport. De akkor így meg is erősödött, nem? A hangod hát ez hogy ne? Hát hogy ne? Viki Dál Gyula ült be hozzám egy kávéra, aminek én nagyon örülök, és amiről még van nyolak is. Egészségedre. Amit nem beszéltünk, bár szóba került ez a pandémia, hogy hát azért elég szörnyű 2 éve volt a világnak, viszont tök érdekes, hogy neked ebben a 2 évben életed egyik legnagyobb boldogsága is eljött ebben az időszakban, hiszen megszületett az unokád. A Réka unokám, aztán a Flóra unokánk. Tehát, hogy ráadásul ebben az időszakban két unoka is született. A Flóra most 3 hónapos, és nem is tudom, talán 2 héttel ezelőtt megkereszteltük, keresztvíz alá tartottuk őt is, úgyhogy tényleg boldogság. Talán annyit engedtessék megjegyezni, hogy annó, amikor, és ez az én bűnöm főleg szerintem, hogy amikor mi kislányunk, Zsófi lányunk volt, ilyen kicsi, pár hónapos és pár éves, akkor én nagyon sokat dolgoztam, meg linkeskedtem, meg zenekarral több napi szanaszéjel voltunk az országban. Tehát nem tudtam valójában megfigyelni bizonyos mozdulatokat, bizonyos reakciókat, bizonyos fejlődési szakaszokat. És most, hogy többször látom például Rékánál, volt szerencsém megtanulni, hogy ő mihez, milyen módon, milyen gyorsan reagál, és hogy próbál közelíteni sok mindenhez, ahogy a játékhoz, ahogy a mászáshoz, mennyire felelőtlenül képes sok mindent csinálni. És mit általában a gyerekek? Így van, és nem, bele sem gondolva, hogy honnan mekkora nagyot, milyen nagyot lehet esni. De miközben például megtaláltam azt, hogy mielőtt még az LMBTQ bázis az összes rajzfilmet kitiltja a televízióban, meg az internetről, meg mind a világáról, elkezdtem gyűjteni neki meséket, és próbálkoztam, hogy mi az a kis mese, amit például le tudunk kötni ahhoz, hogy jó bezabáljon. Bele tudjuk tömni a spenótot. Kérlek szépen. Akkor Popeyt kell nézetni vele, igen. Azt is, milyen jó ötlet. Azt még nem. De nekünk először a mazsola is tádélt. Ó, de szerettem azt is. Én is nagyon szerettem. És most második pontom pedig kicsivel idősebb lett, tehát 1 éves elmúlt, 1,5 éves lett, akkor a kisvakond. Mm. Kisvakond történt, olyan aranyos, hogy csemesék, ugye tudjuk, igen. De ami a lényeges, hogy nála is az esett le, és szerintem nálunk is, és most nálam is, hogy pozitív kicsengése van mindnek. Pontosan azért nem is próbálkoztam olyan mesében, aminek esetleg más, mondjuk Tom Jerry, ahol megy a Bruce, meg tiszta horror néha, igen, egy ilyen kisgyerek számára, hanem az, hogy tényleg valóban pozitív kicsengése van, és a kisvakon pont ilyen, minden kis mesében, igen, mindig van valami. Mindig van valami tanulsága. Igen, mindig van valami tanulsága. Az unoka tanít sok mindenre. Mi hisszük azt, hogy így van, vagy hittük, vagy próbálkoztunk elhinni, hogy létezik ilyen, és bizony létezik. Mennyire kell rá figyelni, amikor valami meggondol egyet, és megy az úton, ugye, és ha gondol egyet, és csinál egy jobbra átot, és már meg is van a bozoltban. Az igazság, hogy én mindig nagyon figyelek, és elkaptam most egy mondatodat, hogy te, amikor a lányod kicsi volt, akkor elég sokat jöttél, mentél. Szerintem ez nem feltétlenül arra, hogy azért van, mert te zenész vagy, hanem ezt általában a férfiak, teljesen minden mi a foglalkozásuk, de még az anyukáknak is sokszor ez van, tehát elsodorja őket az élet. Aztán, amikor nagyszülőké válnak, több idejük van. De mintha lenne egy kis lelkiismeret furdalásod emiatt. Igen, teljesen így van. Teljesen logikus, és pont most látom azt, hogy mennyit veszítettem. De ezt annak most be tudod pótolni? Egyáltalán lehet ezt pótolni az unokákon keresztül? Egyáltalán neked van lehetőséged? Mert ha jól tudom, akkor a lányod külföldre költözött. Így van, beülünk a autóba, és 850 oda, vagy 850 vissza.
Na és erre mennyi idő van? Most már csak 758 volt. Mennyi időm van? Igen. Mert hát azért ezt megtenni egy nap oda, egy nap vissza. Persze. Kettő, mert azért oda megyek egy nap, ha nincs gond, meg nincsenek határzárok, akkor meg lehet csinálni szépen. Most is van feladatod. Persze. De hála Istennek szeretek vezetni. Ez tényleg csodálatos, Isten áldása, hogy beülök az autóba, és nekem ez egy más világ. De olyan, mint az én kis, külön kis hazám, házam lenne. És elmegyek bárhova, beülök az autóba. Ez így jó. De most már ezt tudod irányítani, hogy annyi időt szakítasz erre, amennyit te szeretnél? Nem, ezt akarom mondani, hogy a nyári időszakban vagyok inkább elfoglalt, és szerintem ősztől kevésbé leszek elfoglalt. Úgyhogy biztos vagyok benne, amikor úgy adatik, akkor tudunk menni, bár most már kicsit gondolkodnunk kell, és ez kifejezetten technikai dolog, hogy sajnos a kis Seatomba igencsak beletoltam a kis 1-2-es Seatba 170 valány ezer kilométert, úgyhogy valamikor le kéne csinálni, de hogy még miből, azt még nem tudom. Valószínűleg majd sorbálok a Mercedesnél egy ilyen reklámautóért, ami maga győzik-e magát, nem ismeri. Úgyhogy Vikidál maga meg kicsoda. Igen, persze. Na jó. Miért ez egy csodálatos dolog, egyik de a mobilmánia buli, csak hogy elmesélem. Okay. Egyik technikusunk valami megismerkedett valami kis barátnival, aki és talán rátérnék arra, hogy mennyire nem ismer a fiatalság bennünket, öregeket. Aha. Jött a kislány, és bemutat, hát Vikidál Gyula, bemutatom, szervusz, én Vikidál Gyula vagyok. De akkor esett le neki, hogy miről van szó, amikor fölmentünk a színpadra. Azt hittem, hogy te is technikus vagy. Igen. Igen. De elvárható egyébként a mai fiatal zeneszerető közönségtől, hogy képben legyen? Én azt gondolom, hogy akik nem járnak élő, úgymond élő koncertekre, azoktól én nem várom, mert ők beleragadtak egy kicsit inkább ott a megkommunikációs eszközök hallgatásába, vagy annó, amit én mondjuk azt, hogy nem különösebben szeretek, a rebulikra járnak, vagy a nagy fesztiválokra járnak, ahol más a közösség, más az élmény számukra, nem jelent azok a zenészek és azok a zenekarok, akik odafigyelnek arra, hogy mit csinálnak, már bocsánat, az fontosabb. Én ilyenkor mindig ezen gondolkodom, hogy ti azért a te generációd letett valamit az asztalra, nyilván nem voltak másfajta lehetőségek csak lemezen megjelenni például. Ezek a lemezek viszont tényleg az ország összes városában, kisvárosában, akár a falvakban is lehetett kapni, könyvesboltokban. De ha lett volna lehetőségetek nektek, akkor nyilván ti is kihasználtátok volna ezeket a tömegkommunikációs lehetőségeket. Viszont arra kíváncsi vagyok a mai sztárok, akiket ugyanúgy szeretnek a fiatalok, mint titeket annak idején mi. Azok ugyanígy 70 fölött állnak-e még színpadon, lesz-e még közönségük, és ugyanúgy emlékeznek-e majd rá a fiatalok. Erre én is kíváncsi vagyok, de megkeresem majd, vagy meg kell kérdezni Bája Alexet, hát tudna rá valami értelmes választ, vagy nem. Na, innen folytatjuk a beszélgetést. Nem akarom bántani, csak... Ja, nem, ezzel nem bántottad. De ez egy, azért mondom, hogy jó példát mondtál, mert ő ma nagyon felkapott, de ki tudja, hogy 70 fölött állemünk színpadon. Pontosan tudjuk, én azt gondolom, hogy te is, és aki a Retro Rádiót hallgatja főleg, az pontosan abban a korban élt, amikor tudjuk, hogy nem a tömegkommunikáció határozta meg, hogy egy zenekar, egy énekes egyáltalán milyen lesz, vagy milyen, hanem a közönség, igenis a közönség, mert a zenekarok annak idején a közönségnek dolgoztak. Ilyen egyszerű. Ezzel párhuzamosan meg kell említeni, hogy sajnos, amikor nagyon sok verseny, ami látható televízióban bizonyos eredményeket produkál, bizonyos emberek talpon maradnak, ha nincs rá a két év alatt lehetőségük, hogy egy saját utat választanak, akkor elmennek a süllyesztőbe. Igen. Tehát lehet, hogy van köztük olyan tehetséges, aki egyébként baromi jó lenne színpadon, egyébként nagyon jó előadó, de nem lesz mögötte egy olyan csapat, aki zeneszerzésben, színpadban, egy utat. Ha nem építenek neki produkciót, akkor önmagától talán. Igen. Régebben meg hogy volt, hogy a túljókat próbálták félreállítani. Hát igen. Mi Kidál Gyulával beszélgetünk, és tulajdonképpen hiába álcázzuk ezt egy presszónak, ami az is, de hogy
mégiscsak egy portré műsor. Pincsér egy kávé! Kérsz még egyet? Ja, viszont pont azért, amit az előbb itt elmeséltél arról a kislányról, aki a Movie Mania koncerten igazából csak akkor tudatosult benne, hogy te ki vagy, amikor felmentél a színpadra, hogy mi lenne, ha elkezdenénk mesélni előről a te történetedet? Mert azt például én sem tudom, hogy a te tehetségedet, hogy neked van hangod, hogy te tudsz énekelni, azt kifedezte fel? Azt te például mikor vetted észre? Kinek tűnt fel, hogy ezzel érdemes foglalkozni? Én azt gondolom, én ugyanúgy, mint a többi kezdő amatőr énekes, vagy muzsikus, önmaga próbálta keresgetni a zenekarokat. Hát oké, akkor, amikor már zenekart keresel, akkor te már hiszel magadban? Tehát, hogy előtte valahol egy fürdőszobában, vagy egy zenét hallgatva egyszer csak kiderült, hogy tetszett. Jó, akkor megpróbálom legesleg előről. Jó. Almedéves inas voltam, voltak köztünk olyan srácok, akik próbálkoztak különböző zenekarokban. Egyik dobolni szeretett, otthon csépelte a fazekakat, a másik olyan családba született, ahol már volt zongora, akkor a harmadiknak sikerült valahonnan a családból, a régi zenés családból szerezni egy gitárt, egy Jolana 9. Az egy kincs volt. Igen, és így aztán egy ilyen amatőr zenekar úgy hívták annak idején, hogy Iris együttes, a Pamut Color Művekben, ez ami 11. kerületben van, ott egy ilyen kis alapú, nem tudom, támogatás által összejött egy csapat. Meg kellett a Pamut Color Műveknek valami zenekar. Igen, minden cégnek nagy csapatai. Ott a ebédlőben ott próbált a zenekar, és mi meg lekeveredtem a srácokat, mert a dobos fiú, az ott velem együtt volt inas. Meg aztán kiderült, hogy később egy másik csoport, másik osztályból a billentyűs is lejárt, de még billentyű nem volt nagyon, meg tologatták ott. Kellett valaki a mikrofon elé ezek szerint. Akkor még az volt a divat, hogy a sikagitáros volt a sikagitáros. A kísérőgitáros, tudod? Ez mekkora sikagitáros. A kísérőgitáros, aki csak a harmóniákat fogom volt, sajtot, persze, én volt a durgéjáros. És te sikagitáros voltál? Nem. Én csak közben énekelgettem, amikor össze-vissza, de nem mikrofonban, hanem a srácokkal együtt hülyéskedtünk, és ennyi. Hogy a sikagitáros elment a zenekarból, és a srácok, ugyan már az állandóan majd jókat énekes, májma oda a mikrofonhoz. Hát odaálltam a mikrofonhoz, zenekar elkezdett játszani, és én meg tudtam a nótát, amit már kívülről fújtam, amit a zenekar sikagitárosa megfelelőképpen előttem. Csak egy kicsivel jobban toltam, úgy tűnik, mint a sikagitáros. Hát akkor maradj itt, jó? Jó, hát ott, akkor ott marad. De ez nem volt annyira súlyos, hanem közben a zenekar tagjai cserélődtek, és egyre jobb zenészek kerültek az zenekarba, tőlem függetlenül. De én meg mindig csak maradtam, hol ide, hol ide csapottam, míg nem maradtam csapatba, aztán bevonultam katonának, és akkor jött a váltás, amikor leszereltem, és azt gondolom, hogy te is tudod, nagyon-nagyon sok amatőr srác, aki addig zenélgetett a katonasággal, aztán eltűnt. Igen. Megszakadt ez a vonal, és számukra ez a lehetőség. Két évig voltál katona. Igen, két évet letoltam. Azért az nagyon hosszú idő, és főleg akkor, amikor egy karriernek, egy bármilyen hát karriernek, nem zenész karrier, bármilyen karriernek be kellene indulnia. Igen. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert Budaörsön laktam, leszereltem, és ott már várt egy zenekar. Na ez jó. Onnantól számítva gondolom, hogy egyfajta fejlődésen mentem keresztül, egyre több nótát sikerült valamennyire hol innen, hol onnan, fonetikus angolsággal from into you lerajzolni, meg mindenfélét, és akkor 74-ben jöttem egy nagyobb váltás, amikor a régi csapatból, a Geza Robol alkott PMUB zenekar új felállásban állt színpadra. Akkor alakult az a Bencsi Samu, Pálmai Zolika volt a dobos, Sándor Gyuri, a basszusgitáros. Lóri volt a zenekarvezető, és illettem az énekes. Mm.
úgyhogy így átfogott. De jó kis nevek. Ez 74 május 1-én mutatkozott be a csapat. Az ifiparkban. Az ifiparkban, így van. És akkor onnantól egy fejlődési szakasz nyilván megtanultam. A fejlődési szakasz kapcsán ez, hogy te jártál énektanárhoz? Vagy mindig igen, csak magadat képezted? Először magam, aztán utána először a Vasúti Zeneiskola, ugyanúgy Ákos Tefi, és utána az Ori, mert kellett az Ori vizsgához egy komolyabb iskolát végezni, és a Ori énekiskolában már egy komolyabb képzést kaptunk. És hangszeren kellett tudni játszani abban az időben? Nem kellett tudni, de aztán csak beszereztem egy gitárt, aztán hál' Istennek megnősültem 1975-ben, egy kedvenc bajnokunk, Kékes bajnok László húgást vettem feleségül, aki viszont kiváló zongorista, úgyhogy kellett szerezni sürgősen egy pianinot, úgyhogy már azon is ő tanítgatott, hogy milyen harmóniákat hogy kell megfogni. Úgyhogy beindult a zeneszerzés, az énekdalomszerzés, nyugodt, hála Istennek, nyugodtan mondtam, mondjuk a mobil repertoárjának 90%-a énekdalomát tőlem származik, meg néhány. Volt a Dynamit összes énekdalom, Pandora's Box összes énekdalom. De szerettem ezeket. A Dynamit első lemez összes szövegét én írtam. Tényleg? Persze. Na látod, ezt nem tudtam, mert hogy annak idején, de talán a második lemezen ezt fel is van tüntetve, hogy Esnagy István besegített a szövegírásba. Ott már Pista volt. Viszont az még érdekelne, hogy és akkor nem is volt B-terv? Mert vannak ilyen legendák rólad, hogy te közben este koncertre jártál, de napközben dolgoztál autószerelőként talán, vagy lakatosként? Karosszériásként. Nem probléma. Hogy elmondja, illetve hát nem gond. 76-ig nagyon szépen megütött a mobil, és nem tudom, néha összezördültünk, hol ezért, hol azért, de ezért működött. Most akkor már nem dolgoztam, mert 75-ben kénytelen voltam ott hagyni, mert ott már nem bírtam, tehát 3-4 hétre mentem karosszélakatosnak, 3:30-ig, és néha ott állt a busz, a mikrobusz és Nyíregyháza alsó irány, tudod? Azértünk éjjel 3 óra, és 3-4 hétre mentem. És megint mentél vissza, mert borzasztó volt, elképesztő. Na mindegy, a lényeg az, hogy megszabadult tőlem a zenekar, ott valamikor májusában kirúgtak a csapatból, viszont októberben meg vissza. Na most nekem addig ismét munkahelyet kellett szerezni, vissza a pestvidéki csatornaműv vállalat karosszélakatos nyomtam, semmi probléma nem volt, életem legboldogabb időszaka volt, fájt a szívem rettenetesen, de a feleségem olyan boldog volt, hogy elképeszt, hogy végre itt vagyok, és nem kószálok az országba, szerte szan az éjjel. Úgyhogy így volt. Aztán októberben megint csak vissza a zenekar, egy darabig bírtam, kb. 8 hónapig, és 77-ben megint föl kellett vennem a kezemet, mert egyszerűen. És akkor lehetett csak zenésznek lenni, nyilván addigra már volt Ori vizsgátok, tehát hivatalos zenészek voltatok. Még egy darabig nem, még levegőben lógott a KMK, ez a közveszélyes munka. Igen. Ismerős a dolog. De mivel már akkor Ori turnét is csinálhatott a zenekar, tehát az országos rendezőiroda turnéjában hivatalosan részt vettetek. Igen, így már nagyjából elismert bennünket a rendőrség, tehát nem nagyon bántottak bennünket. És kaptatok valamennyi kis pénzt is nyilván, hogy nem kopott fel az állatok. Nagyon jól mondod, akkor ismered a helyzetet. Vettünk egy cény, mi is volt a népszerű, nem tudom milyen végfok erősítő, C400-as, akármicsoda, 30 000 forintba került, és kb. 1250 volt a zenekargásja. Tehát igazából egy ilyen 30 bulit arra áldoztatok, hogy legyen egyáltalán egy fajta felszerelés. És akkor meg hol voltak a hangszerek, a húrok, a cintányérok, a dobverők. Elképesztő időszak. Az ez kemény. Igen. Hol szerezel be egy jó minőségű mikrofon? 70-es években Magyarországon. Ajaj. A első mikrofonom egy Grundy mikrofon, saját mikrofon. De az még ilyen autóbuszból kiszerelt mikrofon. Nem, kérlek szépen. Budapesten ugye a német ajkú környéken, bizonyos területen, és voltak rokonok Nyugat-Németországban, akik hoztak különböző felszereléseket. Na, az egyik ilyen felszereléshez nagy Grundy magnóhoz, szalagos magnóról van szó, igen. Szomszédba, vagy nem tudom, kettővel, a srác kapott egy rettenetesnek Grundy magnót, a
rokonságtól, és ha kapott hozzá mikrofont, ami ilyen kétoldalas, egy kis lapos valami volt, és nem tudsz vele mit csinált, az meg minden ad, de nekem hát minden, nem tudom, lényegtelen, valamennyi pénzért megvettem, és megszólalt, bedugtuk, forrasztottunk, tudott. Mindenhez érteni kellett. Igen. Minden. Bedugtuk, és megszólalt a mikrofon. Úristen! Na, van saját mikrofonom, csak hát állandóan tartani kellett, mert nem így lehetett beleénekelni, hanem jó lapjával. És egyik oldalra egy kicsit mélyebb hangszínű volt, a másik az egy ilyen közepes valami. De lényeg, hogy a saját. Úristen, hogy ez mennyire távol van mindattól, amit ma tapasztalunk. Gondolj be, akkor volt egy, a második mikrofonom az egy AKG, ilyen fanyelű, vagy nem tudom, fanyelűnek volt leragasztva, vagy valamivel ilyen tapétával volt bevonva, és ilyen kis tölcsér alakú valami volt rászerelve. Úgy nézett ki, elképesztő, na az már kezdett csúcs technológia lenni. Hát azzal nem csak próbálni lehetett, hanem fel is lehetett lépni tulajdonképpen. És a mobil időszakban megvettem az első igazi súrt. Wow! 565 SD. És az de itt azt Magyarországon, vagy ugyanígy? Azt hozták, vendéglátoshoz. Persze. Persze. Vendéglátoshoz hozták, és az mai napig, ha jól emlékszem, nem a pár évvel ezelőtt visszahozta a súr. Az 565 SD-t, és most is lehet kapni. Majd már újból lehet kapni. És ezek a régi egykori mikrofonjaid, ezek megvannak? Mi múzeális értékek ezek? Ami van nálam múzeális értéke, leszépen annól még Jankai Béci szerezte nekem, a drága jó Béluskám, egy AKG, VM, akármilyen típusú rádiós mikrofon. Bizony. Tehát és az első zsinór nélküliek közül. Így van, csak annyi a probléma, hogy azóta a frekvenciát leosztották, és utána, mikor bekapcsoltuk, akkor a román tűzoltóság leadta a jelzést. Mondom, akkor várjál, erre most nem válaszolni, ha lehetne. Vikidál Gyulával beszélgetünk, én imádok így a múltba visszamenni, ahogy meséled ezeket a sztorikat, újra gyerek vagyok, és ott vagyok, és szinte látok mindent magam előtt, és gondolom, hogy a hallgatók is így vannak. De kicsit lépjünk előrébb, mert hogy ezt egyre komolyabb zenekarok, egyre komolyabb produkciókkal álltak elő, és azt gondolom, hogy az egyik, de nyilván ezt mindenki másképp gondolja, az egyik csúcs, legalábbis az én szememben, az a P-Box volt. Tehát az mint egy szupergrup úgy működött, hiszen elismert, jó kipróbált zenészek álltak össze, és alkottak hatalmasat. Igen. De te hogy emlékszel az időszakra, hogy ez tényleg így állt össze, hogy kerestétek egymás társaságát? Azt gondolom, hogy az a megalakulás az fontos évszám, hiszen 1980. Tehát 79-ben én váltottam zenekart, megalakult a Dinamit, eljöttem a mobilból, 80-ban ugyanezt megcsinálták, megtették a Samukáék, Becsik Samu és Csernháti Pityi, ott adta a csapatot, a P-Mobilt, és alakítottak egy új zenekart. Ez a zenekar akkor ugye Sáfárőcsivel és Barga Mikivel nagyszerű zenekar lett, elképesztően nagyon jó volt az indulás, és 82-ben próbálkozni, nekem meg akkor már nem volt zenekarom, Miklós, ha jól tudom, valami külföldi adatot neki, hogy esetleg egy külföldi próbálkozás, svéd-magyar kóprodukció zenekar jön össze, és hát ha közben aztán ősszel megtaláltak, megkerestek a Samukáék, hogy mi volna, hogyha ott folytatnák ahol a mobilban. Igen, csak hogy nekünk sokkal be kell tudni. És hát adatik, most annélkül, hogy bántanék bárkit is. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon fontos minden zenekarban, hogy mire képes egy csapat. Márpedig a mire képes csapat az abból adódik, hogy milyen zeneszerzők vannak, mennyire tudják a zenekar stílusát meghatározni, rövid, avagy hosszú távon. Hosszú távon nyilván akkor, amikor már Samukával megismerkedtem, és az első dallamot megcsináltok együtt. Samuka, Bencsik Sándor. Bencsik Sándorról van szó, bocsánat, Bencsik Sándor gitárosról van szó, akivel találkoztam abszolút lelkileg és felfogásban is. Samuka ütött 3 akkordot, bemutatott, és azonnal tudtam, hogy mi lesz az ének, amit én erre énekelni fogok. Tehát lelkitársak is voltatok, nem csak zenésztársak. Így van. Tehát működött a kémia. Pontosan erről van szó. Tehát olyan riffeket hozott, ami tényleg fantasztikusak. Nagyon sok megjegyezném itt
abszolút. Minden bandában nagyon-nagyon fontos, hogy minden zenész tudja hozzátenni azt, ami tudása szerint a legszebb és a legjobb és a maximálisat hozzá tudja tenni. Ez így van. Ma ez egy kicsit lazult, csak nem akarok belefolyni, mert amikor a technikával mondjuk egy dobot meghatod, és aztán hallasz egy felvételt, hogy na, ezt nem lehet leütni, igen. Nem létezik. De ott jó, a stúdióban ma már mindent meg lehet oldani, igen. És nem csak dobra, hanem akár énekre vonatkoztatva. Hát akkor nagyon-nagyon fontos volt, hogy így. Úgyhogy megalakult a második Pandora's Box zenekar ősztől, és hát egyértelmű volt, hogy mi nem akarunk már akkor sem különösebben versenyezni a régi csapattal, mert az a csapat, ebben a csapatban három nagyon komoly zeneszerző van. Akik meghatározták az előző csapat. Az előző csapat a B-mobilra vonatkozik. Igen. Nem akarom bántani, mert az is életem része. Tehát én most már bármi, amikor történik, bármiről, amikor beszélünk, akkor az életem része az is az volt, és csodálatos volt. Mert egy fejlődési úton mentem át, keresztül, föl, valameddig. Eljutottunk odáig, és ma, amikor egy olyan közönség egy része azt mondja, kiabálj föl a színpadra, hogy egyeket már két palitás doltam, édesapám! Akkor nekem édesapám, egy kukorékolnom 4774-szer is a 2 forintos dal. És énekeljük. Ennyi. Tehát, az, hogy és ha belegondolsz, hogy ez 1974-es dal. Hát, jó Isten. Érted? Figyelj, amikor a P-box megalakult, akkor nyilvánvalóan te a dinamitban voltál, de most... Akkor már nem volt dinamit. De amikor te kerültél be, akkor már nem 82 januárjában megszűnt a dinamit. Igen, de amikor a P-box alakult, akkor te még nem voltál benne, de azt... Így van. Te tudod-e, hogy a P betű, az, tehát hogy direkt volt a névválasztás, hogy hasonlítson a P-mobilra? Nem tudtam. Ezt nem tudtam, megalakulás, hogy nem volt, ami jelent. Na mindegy, a Kőkövön album az szerintem a magyar rock történelemben nálam number one. Hát az... Köszönjük szépen, megmondom a többieknek is. Hát már csak mindenkinek meg tudnád mondani, de hát ugye igen, se Bencsik Samu, se Cserháti Pityi nincs már. Én szerintem még tudják ezt. Hát remélem. Mert akkor, amikor megcsináltuk és összeálltam ez a lemez, akkor mi azért éreztük. Na ezt akarom kérdezni, hogy akkor ezt így lehetett belülről érezni, hogy most van olyan tesztek le az asztalra, hogy... Mi is éreztük, de te is tudod, hogy leginkább nagyon, nagyon sokszor is ez egy örök tapasztalat, örök törvény, hogy a közönség dönti el azt, hogy valamit megszeret vagy nem. Ez értendő, akár egy-egy dalra is, és az egész zenekarra is. Szoktuk volt mondani színházi körülmények között, amikor egy darab baromi jó, és nagyon jól van megrendezve, akkor még a beengedő néni is szívesen, ha jól megveled. Ám! Az jó. Ugye? Ám. De... Hogyha valami rossz, akkor mindenki súnya. Igen, és mindenki másikra mutogat, hogy ki miért volt rossz. Igen, kérve kellett lenni, meghajol egy kicsit, ezt gyorsan lehúz a színpadról, mint a vadlibányról. Na minden lényeg az, hogy a P-box az nagyon jó volt, úgyhogy engem érdekel, hogy aztán ahhoz képest, hogy mennyire jól működött, miért lett annyira gyorsan vége, amennyire gyorsnak tűnt, főleg így utólag. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Viki Dál Gyula a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Viki Dál Gyulával beszélgetünk, és most, ahogy így elkezdted sorolni a zenekarokat, nyilván a P-mobilban eltöltött időszak az nagyon hosszú volt. A Dinamit 2 éve valószínűleg nagyon intenzív volt, mint ahogy a P-box is nagyon sokat koncertezett, jó magam is ott voltam, hál' Istennek abban az időszakban jó néhány koncerten. De hogyha ha most így utólag megnézem, és mit tudom én, látva a mai zenekarokat, hogy milyen hosszú időszakokat ölelnek fel, ahhoz képest a te zenekaraid viszonylag rövid életűek voltak. Hát azért nem annyira, mert most a mobilmániában szinte... Jó, de most a mobilmániához még nem értünk el, de a Dinamit, a P-box és a P-mobil tagságod, illetve sok volt a tagváltás is, hogy ez annak idején ez miért volt így? Nem tudom. De nem tudod, aha. Nem tudom. Közösség szemben is sokszor értetetlen volt. A Pandora's Boxban is azért meg volt az, hogy a Samuka voltam főleg a zenei vezető. Uh-huh. A zenekar dolgait egy darabig 83-tól Pisti kézenpóba mentem, mert úgy hát én voltam az ismertem. A Pisti, a Cserháti István, igen. Cserháti Pisti, de miután lekoppánykodtam magam, ezért voltam az ismertebb, tehát egy darabig mentem a Pistivel kézenpóba, és tökéletesen működött, aztán utána hagytam, és akkor megcsináltam. Tudták, hogy kiről van szó, és el van intézve. Tehát meg volt az, hogy ha valami összezördülés volt a zenekaron belül zeneileg, akkor azért a Samuka határozta meg.
Hát ő volt az elejé vezető. Igen, igen. Nálam az összezördülés tárgya, az sajnos az István a királyból fakadóan alakult ki sajnos. Ugye, tehát az, hogy téged felkértek a Koppány szerepére? Az nem volt még annyira súlyos, mert az 1-2, de 85-től hála Istennek, Isten tudta, hogy vezérel. A kis nemzetiben Kerény Imre megrendezte az István a királyt, ahol én, mint vendég, az egyetlen a 83-as csapatból egyetlenként bekerültem az arabba. Ugye a senki más nem volt ott abból a 83-as csapatból hát ez egy, az egy állandó, minden hónapban játszottunk 8-10 előadást. Hát jó, oké, de ahogy a 83-as darabban az én emlékeim szerint voltak színészek is, nem csak énekesek. Igen, de az egy más dolog volt. Itt a Nemzeti Színház egy külön kategória volt, és a Nemzeti Színházban Kerény Imre újra rendezte a darabot. Aha. Nagyszerűen, és elképesztően. Most téged ugyanarra a szerepre gondolom, Koppány szerepére hívott. Így van, erről van szó. Tehát és akkor minden este játszani kellett, vagy milyen? Nem, azt mondom, ha mondta, hogy 8-10 előadás volt, mutatom, akkor szombat, vasárnap dupla-dupla. És akkor nem tudott a T-box koncertezni, amikor te színházban igen, voltál. Igen, és igen. És akkor ebből volt ugye, ebből volt egy kis konfliktus helyzet, és ami egy kicsit fájt ugye azáltal, hogy én voltam ismertebb, vagy lettem az ismertebb, azért valamennyire toleranciát elvártam volna a csapattól, ha már ez így működik. Tény, hogy elmentük, hogy a Magyar Napok volt a Kölnbe, vagy nem tudom, Baden-Bein-Bibbe, vagy akármi, akkor nekem menni kellett, mert más nem volt. Aha. Tehát akkor még nem működött az, hogy lekettőzik Koppány szerepét. És a vége felé sikerült, hogy a Földes Tomi kis barátom jött, és bevállalta, és akkor szerelt le, mint egyetemista leszerelt. Volt bent katona pár hónapig, és akkor kitalálta az Imre, hogy nehogy véletlenül belehalljak, mert... Már bocsánat, hogy ezen nevetek, de... Hát igen, egyszer előfordult, hogy nagyon-nagyon beteg voltam, ettől függetlenül végigcsináltam, és életemben egyetlen egyszer intravénásan kaptam valami injekciót, nem tudom, ami ugye szokásos... Ilyen kálciumot gondolom, hát, csak, gondolom, hogy, csak legyen hangot, vagy hogy egyáltalán hát, miért. Hát valamennyire végigcsináltam, nem, biztos nem voltam, mert nagyon nem voltam magamnál. Úgyhogy akkor Imre azt gondolta, hogy muszáj ezen segíteni, és Tomika meg akkor szervezett le, és hála Istennek be tudta vállalni. Úgyhogy... Ha már Koppány szerepe szóba került, hát... Botrány! Én azt gondolom, hogy az életed legjobb döntése volt, hogy ezt elvállaltad. Volt bármi... Nem én döntöttem el. Na, ezt akartam kérdezni. Benned volt bármiféle kétség, hogy ezt el kell-e vállalni, vagy sem? Egyáltalán nem volt kétség benne. Ez azt gondolom Koltai Gábor részéről egy megtiszteltetés, és egy nagyon szép feladat. Főleg az, hogy egy történelmi személyiség, történelmi pillanatról van szó, amiről ugyan keveset tudtunk, de mégis azért annyit tudtunk, hogy nagyon-nagyon fontos. Uh-huh. És az, hogy Koltai Gabi kitalálta, úgymond, hogy a rocker, a Koppány tábor az a rockerekből áll, és az István tábor majd a színészekből, az eleve egy fantasztikus elgondolás. Hogy ebből mi lesz, pontosan tudta szerintem, hogy körbe milyen ki, hát nagy szerelem lett belőle. Hát igen, de ezzel még feljebb emelt azon a nem tudom, tehát téged amúgy is imádtak a rockerek, szerettek, de ezáltal meg még inkább. Nem csak elgéleltek. Igazad van, igen, köszönöm szépen. Egy kicsit hozzátennék azzal, hogy ezáltal, hogy ilyen ismerté váltunk az István király által, minden rockzenésznek egy kicsit az egzisztenciáját, a becsületét, ahogy tetszik a helyét, sikerült valamennyire inkább pozitív felé fordítani. Tehát mondom a durvábbat, amikor egy akkori katonatiszt megszólalt a rádióba, hogy a rockerek mit akarnak itt tenni, lopják a napot, míg mi védjük a határt. Na, szóval ehhez képest attól kezdve az 5 éves kisgyerek is körülbelül tudta, hogy az István királyban szereplő rockerek kik, mi és miért teszik azt, amit tettek, vagy jól tették, amit tettek, és helyére került minden. Vikidál Gyulával beszélgetünk, és azért fontos Koppányról beszélgetünk, mert pont te mondtad az imént, hogy olyan sokat akkor még nem tudtunk Koppányról. Tehát, hogy nyilván, ha tanultuk a történelmből
a saját történelmünk azon részét, akkor, akkor nem feltétlenül, a történelemkönyvek nem feltétlenül koppányra koncentráltak. És manapság az ember, hogyha koppányra gondol, akkor, akkor látja maga előtt koppányt, de az a te arcod és a te fizimiskád. Ez egy szerencsés dolog lett végül is, amit én végül is nem szégyellek. De visszatérve arra, amit mondtál, és ezt nagyon jól mondod, magáról az egész történelmi pillanatról nagyon kevés valami jelent meg. Hiszen annó, a mi ifjúsági korunkban, tanulókor, iskolás korunkban erről úgy megemlékeztek, de miután keresztény királyról van szó, meg egyáltalán erről, jó, igen, volt ajtóny, meg volt a koppány, meg lázadás volt, meg bedől, leverték azt a jó elvegyekbe, és kész, ez el volt boronálva. Nagyon elnagyolva tanították. Igen. Ami segítség, ugye Boldizsár Miki egy ilyen 30 oldalas is, 30-40 oldalas is eszét írt, erről a történelmi pillanatról kibont szépen körbeülő történelmi helyzetet. Ez egy nagyon nagy segítség. Nyilván ehhez még, ahol lehet, még valamennyire hozzáolvasni, és hát magáról erről az egész történetről a Gáborról nagyon sokat beszélgetni, de a szereplők is, meg mindenki. Gábor Koltai Gábor. Igen, Koltai Gáborról van szó, bocsánat. Úgyhogy azért viszonylag én azt gondolom, ha nem is 100%-osan, de egy bizonyos komoly 100%-ban felkészülten vártuk azt a pillanatot, és az eseményeket, hogy hozzá tudjuk tenni azt, amit egyébként az egészről gondolunk, mert azért ez nagyon-nagyon fontos. Nem megbántva egyik szereplőt sem, de ha most bárhol az országban bárki feldolgozza, eljátsza az István a király rockoperát, akkor bárki lehet István, bárki lehet Torda, bárki játszhat bármit, bármelyik szerepet, de a koppányt azt mindig Viktor Gyulához fogják hasonlítani. Bárki is játsza koppányt. Én azt gondolom, hogy ez... Annyira erős voltál benne. Ez nem tudok rá mit mondani, nagyon sokat. Talán, de hogy, de talán ezt mondok tapasztalod-e? Én ezt vállalom, és ezt nagyon szépen közöröm, és tényleg nagyon jól esik. Mondanék egy példát, amit... Ritkán jártam egy időben színházba, de amikor aztán nemzetibe kerültem, nemzeti színházba, akkor azért komoly színészekkel ismerkedhettem meg, ami számomra áldás volt. Akkor is, és mai napig is belegondolok, ugye Sinkovics, Agárdi Gábor és a többiek, Bobik István, akivel együtt játszottam, Rubol Dönci, Kubik Anna és a többiek, tehát egy olyan ismeretségre tettem szert, amely által helyre tudtam tenni, hogy mi az, hogy színészet elsősorban, mi az, hogy egy másfajta viselkedésforma a színpadon, tehát nem csak, hogy rockerként elborul az agyam le a roló, és aztán tolom, mint a vadállat, hanem oda kell figyelni, hogy a többiek is a színpadon vagyok, tehát a történetbe beleilleszteni azt a világot, és azt az elképzelést, amit én gondolok a szerepről is, ahogy ez meg van rendezve, és sem hozzátenni a saját magamat. Na, nyilván kialakult egy valami, amiről beszélünk. Láttam Hauman Pétert, egy ilyen nagyon egyszerű Kéna színész című egyszemélyes kis darabba. Volt szerencsém látni, és nem azt jegyezte meg, hogy a Hauman Péternek hívják, hanem az, hogy ilyen elképesztő volt. Ugyanezt megint csak a Péter tudom említeni, amikor a 1500. előadást játszották a Madásba, akkor az öreg macskában bejött, trúvájként, ajándékként, mondjuk habként a tortára, és civilben elénekelte és eljátszotta ugyanazt, mintha beöltözött volna Cicusnak, és ugyanúgy szétverték a házat, de az egy dolog, hogy az a közönség reakciója, hanem az, hogy ugyanúgy civilben át tudta élni azt a pillanatot, amit egyébként a beöltözve, vagy bármikor, ha villamoson énekelt a cicát, akkor ez van. Most az, hogy nekem ez egy óriási szerencse, hogy sikerült annak idején egyeztetni, illetve hát Koltai Gáborral együtt kitalálni ezt a szerepet úgy, ahogy én meg tudtam ezt csinálni, vagy ahogy sikerült megcsinálni. Ez nagyon összetett valami, mert ugye a filmen is más az előadásban, és azt gondolom, hogy erősebb volt, amit a Nemzeti Színházban csináltam, vagy csináltam, álltunk, mert ott bizony élőben toltuk 5 évig, és elképesztő erővel kellett tudni azt, hogy minden előadásra
Csurik ház legyen, azért jó, persze volt egy múltja. A másik, még utolsóként hozzátenem, hogy jó néhány olyan darab van még egyébként, amit most már etalonként jegyeznek, például Nyomorultak Zsamba az anyja, például vagy Mária Evangélium Jánosa, amit szintén a szerint csinálnak bárhol hozzá az országban. Hasonlítják ott is már. Ha nem is hasonlítják, de az etalon, ahogy ott a Madár Színházban meg tudtuk csinálni. Azért ez nagy dolog. Főleg úgy, hogy az ember, amikor mondjuk elkezd tényleg egy garázsban a rocker barátaival énekelgetni, akkor nyilván ez nincs a távlati tervei között. Így van, így van. Én azért Isten áldásának tudom ezt nagyon sokszor, de azért elmesélek egy esetet, hogy tudják a rádióban, hogy mennyire fogja az ember kezét. Én hiszek Istenben, és az én kezemet legalább kétszer-háromszor komolyan megfogta. És azt mondta, hogy na most tovább kell menned, nincs. Egy, a legutolsó ilyen eset volt, amikor a kis Opelemmel az egyik nagyon-nagyon-nagyon Madách Színházi előadás után mentem haza, és egy iszonyú forgalmas hármas kereszteződésben bekanyarodtam balra, és eltört, vagy beakadt a kormányon fogasléce. Jaj. Ami azt jelenti, hogy vissza a kormány nem. Tehát csinálsz egy kanyart, és aztán vagy bejön, vagy nem. És nem tudsz kiegyenesedni, hanem mész tovább ugyanúgy balra. Sehova. De ott már nincs út. Nincs út, hanem járda van, és nem jött senki. Na most ez vasárnap délután történt, amikor hála Istennek ezen a ponton nem volt forgalom, se jobbról nem jött senki. Egyébként is jobbról kötelező lett volna megadni, bár az fő útvonal. Tehát senki nem jött, se balról, se jobbról sem, és a járdán sem volt senki, hogy meg tudtam állni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a Jóisten figyelt rá, hogy még dolgod van, nem összetörni magad, nem meghalni, mert még kell, hogy állj a közönség elé, és adj. Nekünk ez a feladat. Te tudod, hogy ez így van. Viki Dál Gyulával beszélgetünk, nyilvánvalóan az én korosztályom úgy gondol rád mindig, hogy a rocker, a Viki Dál Gyula, de hát hál' Istennek azért letettél a 80-as évek elejétől kezdve annyi mindent az asztalra, színészként is, hogy hál' Istennek az ország egy jelentős része nem csak rock énekesként, hanem színészként gondol rád. Viszont az nekem nincs meg, hogy te a színészetet a nagy színészek, kollégák mellett tanultad, vagy neked be kellett ülni egy iskolapadba ahhoz, hogy játszhass a Nemzetiben, vagy bármelyik színházban, bármely darabban. Abszolút autodidakta módon néztem nagyon sokat a kollégákat, hogy ehhez nyilván persze hozzájárul az, hogy egy adott fazon vagyok, akire rábíztak egy feladat, és ebben szerencsés voltam, hogy zenés darabban. Tehát a kettő így összeadódik, hogy vagyok valaki, vagy valamennyire működik a színpadon, és mellette meg amennyire tudok, jól is énekelek. Adott feladatot jól látom, vagy jól mondom, érthetően lehet érteni, amit mondok. Ezek nagyon-nagyon összekettő tudod énekelsz, hogy mennyire fontos, hogy értse a szöveget a közönség. Azt, amit, és itt én azt gondolom mindig a lényeg, amikor fiatalabb kollégáknak esetleg írok levelet, hogy mitől nagyon fontos az éneklés, az érthetőség egy, és az, hogy hidd el azt, amit mondasz, és ne tégy mindig, vagy ne válasz olyan dalt, amiben nem hiszel, amelyet csak úgy odavágnak, mert kötelező elénekelni. Mert akkor nem fog működni. A minden sorát érzed annak, amit mondasz, teljesen mindegy, hogy milyen dal. Csak azt, hogy tudj adni, mert csak akkor tudsz adni, hogyha elhiszed, akkor lemegy a közönség közé. Ez értendő bármilyen műfajra. A színészetnél ugyanez van, a prózai színészeknél ugyanez van, a zenében ugyanez van, az operában ugyanez van, mindenhol. Aki színpadon áll és közvetít, avagy ad, közvetít, csak akkor tud jól közvetíteni, ha adni tud. Az érdekes, hogy én nagyon szeretem azt az érzést, hogy az ember változik, mert szerintem a változás az mindig előre visz. Az sem feltétlenül negatív vagy pozitív, ha valaki nem változik, de az egy helyben állás. Te is tök sokat fejlődtél, változtál, mentél előre. De ez most érdekes gondolatot szült bennem, hogy mondod, hogy csak olyan dalokat énekelsz el, amiben hiszel, amiről tudod, hogy adni tudsz. Vannak olyan dalok, amiket korábban énekeltél, de már mondjuk nem vállalnád, és nem a hangi adottság, hanem egyszerűen a mondani való miatt? Igen, idejét múlt a valami,
idejét most, és már nem aktuális, tehát a mai közönség nagy részének vagy, aki engem esetleg szeret a színpadon, nem mindig jelent valamit. Uh-huh. De fordíthatom másképp is a dolgot. Ugye vannak olyan ünnepi pillanatok, például március 15-e, esetleg június 4-e, esetleg október 23 vagy augusztus 20-a, esetleg az embert meghívják bizonyos műsorba. Van, ahol azt kérik, hogy nem a ünnephez méltó valamiket kell én neked, hanem tök mindegy, mert most buli van. Akkor ez nyilván megenged az ember magának. De amikor ünnepi műsorról van szó, akkor nyilván megválogatjuk azt, hogy mit énekelünk. Persze van közte olyan is, amit talán nem biztos, hogy szívesen énekelünk, mert már 4700-szor másos elénekel, de mégis kötelező elénekelni. Ezeket nem mindig szívesen énekelem, de úgy de gondolom, jön elő az, hogy színészként is erős vagy. Itt jön az, hogy megpróbálok az igénynek, tehát a meghívó fél igényének megfelelni. Viki Dál Gyulával beszélgetünk, és egy szó szerintem mindenkinek eszébe jut még veled kapcsolatban, ez az őserő, ahogy te nem csak a színházban, hanem a rock színpadokon is ott állsz a színpadon. Mert jók a társak már, a mobilmániában is. De nem csak a hangjadottságra, hanem eleve a fizimiskád is olyan. Nem tudom, hogy te fiatal korodban tettél ezért, sportoltál, jártál gyúrni, erősítettél, hogy úgy néz ki a színpadon, hogy egy rock énekesnek ki kell nézni? Alapvetően a családi és família ilyen volt egyébként. Úgy a Viki Dál, mint a Borbér família is, olyan egy többből faragott az egész család. Nyilván sportoltam is régen, mert birkozgattam annól, mert kézilabdáztam, mert a Jénes iskolában kézilabdázni kellett. A katonaságnál gyúrtam, mint az őrült, meg ha volt időszak, otthon is erősítgettem, ez normális. Például a Dinamit első vagy második lemeznél, mondjuk a János hegyre fölfutottam 2 darab 5 kilós súlyzóval, néhány kilométert azért, hogy jó kondiban legyek, és a lemezen tudjam a megfelelő mennyiséget és minőséget nyújtani. Hasznos volt. Hát meg ütötted a koncerten azzal a nehéz kalapáccsal azt az a 10 kilós volt. Hát az 10 kiló. Énekelni amúgy is borzasztó volt. Tehát énekelni az egy fizikai munka, és közben még te ütöd azt a vasat, hát hogy? Hát a végére megfulladtam majdnem sokszor. De a legbosszantóbb az volt, hogy 3-szor elrúgták a rockerek a kalapácsot. A Bajcsi Zsirinszki úton volt egy ilyen kis gép, és akármilyen szerszámértékesítő, nem tudom, hogy megvan-e még. És meg már 3-szor mentem, hogy miért tetszett? Hát a 10 kiló van még belőle? Van. És rózsanyél is van. Az is van még. És nem mondja, ne haragudj a művész, maga mi csinál a kalapácsokkal? Szerintére megeszem. Sajnos, nem, mondtam őszintén, nem tudom, mert például hiába szóltam a fiúknak, rózsanak, a gyerekek, figyeltek már a kalapácsomra, de hát mindig kétszer elvitték szóval, én nem. Harmadszor is később. Persze. Nem tudom, ismered, de gyerekkoromban tanultam már meg, mert az egész família Kovács volt, a Kovács puszit. Uh-huh. Az mi? Milyen? Nem. Uh-huh. Így megfogod a kalapácsot, fölbillented így a nyelét, és te hátul megtámasztod és megpuszilod. Tehát magát a kalapács fejet támasztod meg a válladon. Hát nyelnél meg tudod állítani. Hát ez egy némi gyakorlat után ez tökéletesen hányszor meg. Hányszor vágtad fejbe magad, vagy vállon magad? Nem sokszor, mert egy kőkoromban megtanultam a Kovács műhelybe. A Viki Dál Kovács műhely még megvan Somogysárdon. Na ennyi. Óriás. Lényeg az, hogy megcsináltam, na most ezt megmutattam színpadon. Mikor vége volt a koncertnek, jöttek a rockerek Kovács puszit tanulni, tudod? Na, ennyi törött fül a környéken. Ord, volt minden, szájon meg, volt minden. Azért nem mindegy 10 kilós kalapács. Tehát annyi gyakorlat volt, ami... Figyelj, de még most is jó ennyi. Formában vagy. Felfutsz még most is a hegyre? Nem, COPD után örültem, hogy vagyok. De otthon, nem tudom, gimnasztikázol, tornázol, vagy kell valamit tenned ahhoz, hogy ugyanilyen formában dolgozom. Van a kertben munka, annyi munka van. Hajjaj. Hát csak mondom, hogy azért érezze a hallgatóság, hogy nem. Semmilyen munkától nem érdek meg. Egy alapvető helyzet. Ugye, hát kölyök koromban már megtanultam, mert ez szokás volt majdnem minden olyan családban, ahol fizikai munkás a családfő, ott az ember csak hol ezt, hol azt megtanul, akármit.
Még a villanyszerelést is, főleg az első hanyatvágás után mindent. Na, lényeg az, hogy a pandémia alatt kitaláltam, azt mondjuk 19 méter az a kerítés, az ledrót kefézem, az egy hét, másik következő két hét alatt, amikor idő engedi, akkor lefestem. Garázs kipakol, lekapar a garázs, és kifestettem gyönyörűen. És mindenféle segítség, szakember segítsége nélkül? Persze. Válasz ilyet, mert nálam van egy hosszú kerítés. Ez nagyon egyszerű. Egy fúrógép kell hozzá, elmész a vasbolba, hogyha olyan, ahol kis kefé kellene, lehet kapni egy gyönyörű kis drót. Nem kell mindig kézzel. Vannak olyan helyek, ahol nem tudsz beférni géppel. És akkor ezzel gyönyörűen le tudod dresszelni. Utána, ha kell, akkor alapozót használsz, attól függ, hogy milyen minőségű a kerítés, vagy mennyire bírja. Ha kell alapozót, akkor azzal. Megkapod fújóba is, tehát fújós alapozóval is, hanem akkor kened. Ha van időd, nekem a pandémia alatt volt bőven idő. Volt úgy, hogy kenceficer, bum-bum-bum, és aztán... De ezt el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen tök jó relaxációs dolog is, mert hogy közben tényleg csak arra koncentrálsz, nem foglalkozol a világ bajaival. Be tudod osztani, szóval milyen érdekes, hogy tényleg az ember, tényleg úgy voltam vele, elterveztem, hogy körülbelül egy hét, így, körülbelül kettő hét lesz. Akkor nekiálltam garázs kipakolni, baromi gyorsan, illetve hát amit lehetett, azt nem, mert van egy kis fehér szekrény, nem is kicsi, elég jó nagy, ahol esetleges kapott ajándékokat gyűjtögetem, ez borog, páleszek, van mindent, tudom. Aha. És akkor ezzel óvatosan kell bánni. Nem lehet csak, hogy valép tenni. És nem is nyúlhat hozzá más. Igen. Hát figyelj, sajnos lejárt az időnk, de annyira jól beszélgettünk, és annyira örülök, hogy ilyen jó formában vagy, jókedélyű vagy, Isten tartson meg még így nekünk. Viszont köszönöm, kívánom. Likidál Gyula, köszönöm a beszélgetést. Minden jót nektek, vigyázzatok magatokra, Isten áldja Magyarországot és benneteket. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.